Megyünk tovább. Felülvizsgálná Budapest határait Óbuda polgármestere, írta meg a népszabadság. A polgármester szerint a kerület szélén lévő lakó negyedek sokkal inkább kapcsolódnak a fővároshoz, mint az adott agglomerációs településhez. Az ott élők nagy része a kerület infrastruktúráját használja, miközben ezek működtetéséhez az agglomerációs település anyagilag nem járul hozzá. Vendégem a témában Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Ez az elsője jellegű kezdeményezés felvetés volt egyébként, az most Óbuda polgármester említett? Hát ilyen típusú, igen, de nagy is szeretett volna határt módosítani, átkerülni be egy pár kis megyébe, aztán végül is letettek erről. Ez egy bonyolult folyamat egyébként, ehhez még szavazás is kell, meg minden más, de nem ez az a kérdés, az a kérdés, hogy miért gondolkodik Búzsbalás polgármester úr azon, hogy ezt, ezt meg kéne lépni, ezt a lépést, azért, mert kevés a pénz, azért, mert abba a helyzetbe kerültek az önkormányzatok, amilyen helyzetbe kerültek. Az az elképesztő mennyiségű államot, állami feladat átvállalás megfelelő finanszírozás nélkül a forrás forrás kivonása rendszerből az államosítási folyamatok abban a helyzetben sodorták az önkormányzatokat, hogy ilyen dolgokon gondolkodnak. Busbalás polgármester úrnak a bejelentése, az szerintem ez, ezt, ezt, üzeni a kormányzatnak, hogy végig kéne gondolni még egyszer az állam és az önkormányzatok szerepét, és talán az a centralizációs folyamat, ami elindult az elmúlt években, azt talán meg kéne fordítani és használni az önkormányzatokat, ezt jó értelembe értem, olyan feladatokat oda telepíteni, mi korábban ott voltak, amit hatékonyan tudnak ellátni, mert a feladatok átcsoportosításának a centralizáció után nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nem az a lényege, hogy most a kormány vagy, a, vagy az állam el tudja látni azokat jól és hatékonyan, hanem egy politikai döntés. A, a feladatok nem azért vannak a településeknél, mert mert azt valaki jó indulaton oda tette, nem azért, mert ott, látható kell a leghatékonyabban, legköltséghatékonyabban, és ahhoz a forrásokat oda kell telepíteni. Igen, de ilyenkor az ember, <coughs> mert nem mindenki lakik azért Tóbudán, meg a, a környéki településen, hogy itt, amikor arról beszélt Búzs Balázs, hogy lakó negyed, ez körülbelül hány embert, vagy hány családot érint? Hát feltetően egy nagy lakóövezet van ott, és gondolom ez akár jelenthet több száz, akár ezer családot is, nem tudom pontosan a számokat, de hogyha ezt a... Tehát ez hogy... már egy akkora mennyiség, akkor elnök úr, hogy ami már érdemes akkor gondolkozni, hogy hova kerül, vagy hova Igen, kerül. Igen, de azért, azért, nem, azért ez teoretikus vita egyébként, és az ok, okot kell mindig megvizsgálni, de abban a pillanatban elkezdenek azok a települések is erről gondolkodni, mondjuk vidéken, ahol hasonló helyzet van. Tehát egy olyan folyamatot indíthat el, hogy átrazolják az egész önkormányzati térképet, és az nem szerencsés, nem jó, emberek fognak egymás ellen küzdködni, az önkormányzatok fognak ennek kapcsán adott esetben egymás ellen menni, nincs értelme. Nem ez a lényeg. A dolgot ott lehet rendbe hogy jól finanszírozunk, hogy azokat a feladatokat például vannak ilyenek, hogy idéglenes lakók, akik nem ott laknak, állandóan bejelentve, de idéglenesen laknak ott. Ugye, hogy azután milyen normatíva járna, vagy milyen forrás járna, hiszen használják a szolgáltatásokat. Több ezer van településeken ilyen. Örülök annak, hogy éppen ezt most kimondta, hogy több ezer szolgáltatás van, de mi az, ami mondjuk egy települést, egy önkormányzatot könnyedén, pestiesen szóval mondjuk haza tud vágni. Ugye itt az elmúlt napokban mondjuk a főváros részéről folyamatosan ugye a, a, közösségi közlekedést hallottuk az agglomerációból, Budapestre közlekedőknek a részét, hogy ezt most ki mennyire tudja finanszírozni. Melyek a legnagyobb terhek ilyenkor? Hát a fővárosnál ez a BKV úgy most talán lecseng, ha az lesz, amiről a kormány döntött, hogy átveszi a uh, hévet mondjuk a MÁV, illetve valamilyen agglomerációs közlekedést fognak kialakítani. Évek óta beszélünk erről, itt nem ez a probléma, itt az a probléma, hogy történik egy döntés, nincsen hatástanulmány, nincsen fölmérve az, hogy ez milyen más következményekkel járhat, egy döntésnek számtalan más uh, következménye lehet, amire aki döntés még ha jó szándékkal is hoz egy döntést, adott esetben nem is gondol. Itt egy forrás kivonásról volt szó, uh, csak hogy ennek következményei van. Szerintem egyébként nem lesz olcsóbb, és ö, az, hogy jobb nem lesz, azt nem tudom, mert azt meg kell nézni majd, amikor ez kialakul, de biztos, hogy nem lesz olcsóbb, hiszen ugyanazt a szolgáltatást finanszírozni már kell. Az vadállam közlekedés. A, az állam akkor eldöntötte 90-ben, hogy hogy osztja meg a feladatokat az önkormányt, a főváros és az állam között. Ez egy állami feladat, a településeket összekötő közlekedés biztosítása, ez most is van, ez nem települési kérdés, hiszen is a szegnél sem gondolom, hogy is a kéne fizetni a mávnak a, 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 költségeit. Hogyha már mondjuk finanszírozási gondban van. És, és ezt, ez eldőlt. Most ebbe beletenyerelt egy új döntés, hogy hát talán nem kéne a fővárosnak annyit adni a BKV-ra. Erre Tarlós István azt mondta, ugye begörcsölve, ez egy belső háború volt, hogy hát, hát hogy, hogy, nem adjátok ide, hiszen ez egy állami feladat. Hiszen ebben a kérdésben Tarlós Istvánnak teljes mértékben igaza volt. És addig feszítették a húr, míg begörcsölt, és azt mondta a főpolgármester úr, hogy kérem szépen rendben, akkor leállítjuk az agglomerációs követ, kö, közlekedést. Erre a kormányzat részéről Lázár miniszter úr gyorsan mondott egy másik döntést, mégsem lehetne, ez 400 ezer embert érint, ugye, és ezt a közlekedést valahogy biztosítani kell, akkor csinálunk egy másik megoldást. A baj az, és ez a fő baj, hogy rögtönzések vannak, ez a döntés belső háború eredménye volt, minek következtében egy kialakult folyamatba szóltak bele, aminek számos következménye van, szolgáltatást biztosít embereknek, minden napi működéséhez, mozgásához szükséges, és nem volt előkészítve, most talán majd valami lesz, egy biztos, nem fog kevesebbe kerülni. <laughs> Ez is érdekes. Visszakanyarodva a búsbalás felvetéséhez. Induljunk ki arra, hogy ezt nagyon-nagyon komolyan gondolja, van hatástanulmány erre, de ez rá is lehet? Tehát kérdezhetném úgy is, hogy ez megvalósulhat? Búsbalás felvetése? Szerintem nem. nem. Tehát ez, ez, nagyon összetett probléma, ehhez parlamenti döntés kell, népszavazás kell a mai folyamat alapján, és mondom, egy olyan folyamatot indíthat el, hogy mondjuk egy vidéki város, ami ugyanilyen problémával küzd, akkor ad is kérné a határmódosítást, számos olyan szolgáltatást biztosít gödülő a járásnak, például a kulturális területen, amit a járás lakói vesznek igénybe, vagy sportterületén hozzánk, hozzánk járnak sportolni, eszemben nem jut, hogy más településnek rendezzük át a határait. De ön szerint élek, ennyi település lenne, aki majd ezt követően ugyanezt szeretné megvalósítani? Hát, hogyha egyszer elindul egy ilyen jel jellegű döntés, ön akkor tud például nyilván... ilyen településekről? Hát most, 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 nyilván nem tudok, mert nem gondolkodtam. Senki az nem az jel ezzel. jelezte eddig. Persze, jel? sen senki nem beszélt erről az De ez lehetne akár soán. egy ilyen lavina. Persze. A finanszírozást kell rendbetenni. Azokat a településeket, akik ilyen fókuszban vannak, úgy kell finanszírozni az állam részére, olyan bevételeket kell ott hagyni, és nem elvenni, centralizálni, eszélyát, gépjárműadót és a többit, ami, amit a pénzből a település meg tud oldani. Nem Buszbalásnak se jutott volna ez eszébe, hogyha meg lenne a forrása ahhoz, hogy ezeknek az embereknek a infrastruktúráját a mindennapi megélhetésük vagy a mindennapi munkájuk kapcsán biztosítsa. Azért van még egy másik kérdés. Ezek az emberek a fővárosban dolgoznak, és azok a cégek, amelyek a fővárosban egyébként működnek, az iparüzési adót a fővárosnak fizetik, amiből egyébként a kerület is részesül. Tehát azért ezt is mondjuk meg, hogy persze lehet, hogy a szolgáltatást igénybe veszik, de ők ott termelnek iparüzési adót, és mivel az SZIA már nem jön a településekhez, a gépjárműadónak csak a 40%-a jön, ezért az iparüzési adó az nem kis pénz, amivel hozzájárulnak a fővárosi szolgáltatások biztosításához. Tehát ez egy finanszírozási kérdés, apró pici dolog, ami hogyha mondjuk pozitívan elbírálással állkárú, akkor rengeteg más összetevőt is végig kéne vizsgálni, és ezért gondolom azt, hogy ez inkább csak egy ilyen segélykiáltás a polgármester úr részéről, amit, amire oda kéne figyelni a kormányzatnak, annál is inkább, mert ők egy politikai párthoz tartoznak, és talán esetleg nem véletlenül mondta a polgármester úr ezt, ilyen formában. Előkör, köszönöm szépen együttváltanának! Én is köszönöm szépen!